Mindenkinek szép jó napot kívánok, Takács Zoltán Bálint vagyok, és egy furcsa helyzetben vagyunk itt, a Sárvári Nádasdy Ferenc Múzeumban. Egy élő videóval jelentkezek be, nagyon furcsa volt bejönni. Ugye a munkatársaimat megkértem arra, ezt ugye így mondják finoman, tehát utasítottam őket, hogy otthon dolgozzanak, mindenki tud otthon dolgozni, a múzeum pedagógusok is, a programszervezők is, a szakmai munkatársak közül még otthon tudnak dolgozni a történészek, az irodalmárok. Hát persze van olyan munkakör, amit otthon nehezebb elvégezni, mondjuk, de azért mindig van adminisztráció, és természetesen mi magunk is, tehát jó magam pedig majd az ügyviteli munkatársammal be fogunk jönni. A következő, mondjuk azt, hogy napokban legyünk optimisták egyelőre, de azt nem szeretném, hogyha elfeledkeznénk a múzeumról, és most az első élő bejelentkezés a vírus alatt. Egy kicsit körbe megyünk, megnézzük, hogy milyen a múzeum, amikor nincs vendég. Megnéztem a statisztikákat, ilyenkor naponta körülbelül 100-150 fő szokott eljönni hozzánk, Sárvárra, a múzeumba. Tehát most azt gondolom, hogy egy közönségigényt elégítünk ki, hogyha egy kicsit körbenézünk. A gyönyörű szép díszteremben vagyunk a következőkben, majd természetesen több alkalommal is bejelentkezünk, és egy-egy témát, egy-egy tárgyat, tárgycsoportot szeretnénk feldolgozni. Néha majd játszunk is, munkatársaimat megkértem, hogy játszunk egy olyat, hogy összeírnak nekem tárgyakat, de nem mondják meg, hogy konkrétan mire gondoltak, hanem csak néhány jellemzőt, és ezt nekem kell majd élő adásban megtalálnom. És hát reméljük majd, hogy a hozzászólásoknál, amikor majd lesz a feladvány, segítenek, hogy merre menjünk, és hát remélem, hogy nem fogok beégni, és meg fogom találni az adott tárgyat. Most nagyon nem fogok részletekbe belemenni, de ahol most állunk, ez az ocskai szekrény, egy nagyon szép 17. században készült barokkori szekrényről van szó, kabinet szekrény, nagy divatja volt akkor ennek, ez egy fiókos szekrény, mely faragott lábakon áll, ez egy nagyon nagy darab, itt lehet látni a faragott lábakat, tipikus barokk stílus ez a csavart láb. Egy szép szirén, nagyon szép aranyozással, szoktuk mondani, hogy aranyozás nem arany, ez nem Dubáj. Fönt pedig Poseidon, majd egy másik alkalommal el fogom mondani, hogy miért van ez a kettő alak rajta. Egy nagyon szép tájkép, illetőleg a másik felén ugyanúgy, és középen pedig, amit látnak, vagy láttok, közel fogunk kerülni a tegezést, szerintem most így ajánljuk föl egymásnak. Amit középen látok, ezek fiókok, illetőleg egy kis ajtó. A kicsi képek, tehát a rózsaszín keretben lévő képek, azok márványképek, márványmozaikból készültek. Jó, hát induljunk el egy kicsit. Közben ez a szalonsor, hogy látjátok, olyan, mintha Versailles-ba lennénk, hiszen végig látunk rajta a díszteremtől egészen, mondjuk azt, hogy az ablakik a vár végéig. Ez egy versailles-i minta, Nádasdy Ferenc országbíró, rendkívül tájékozott volt a divatokba. Most vagyunk a kék szalomba, itt látható a Nádasdy ősgaléria, a család hírnevének a megalapozója, Nádasdy Tamás felesége, Kanizsai Orsolya. Aztán mellette a fiúk, aki 20 év után jön a világra, tehát addig próbálkoznak a szülők, ez is egy izgalmas téma lehet majd a későbbiekben. Az ő Nádasdy Ferencről, tehát az erős fekete végről van szó, mellette Báthori Erzsébet, akiről sok minden rosszat mondtak el, ma már ezt a kérdést másképp látjuk, tehát nem tudom, érzékletek-e, hogy azért a témákat kezdjük kijelölni. Maga a kék szalon, nem kék, a sárváriak, ezt a szobát, amikor megnyílt a múzeum az 50-es, 60-as években, akkor úgy ismerték meg, hogy itt kék tapéta volt a falon, és így nevezték ezt el kék szalonnak. Itt látható Nádasdy Pál, Báthori Erzsébet és Nádasdy Ferenc fia, illetőleg felesége,
Révai Judit. Tehát a zöld a falak, de régen, tehát kék tapétá borította, és amikor ezt a vár felújítási munkálatai során leszették, akkor látták, hogy ez nagyon szép eredeti 18. század második felében készült falfestménnyel van tele. Ott lehet látni az ajtó fölött egy kőkorsót, ez jelzi, hogy szalonként működött, ami azt jelentette, hogy itt lehetett beszélgetni. Ugye miről beszélgettek? Ugye a férfiak a politikáról és a nőkről, gondoljuk, és angol naplók alapján tudjuk, hogy a nők is sokat beszélgettek politikáról, de legfőképpen a nőkről. Ugye mindig a társ, a vetélytársaknak az öltözködése, viselkedése, visel dolgai izgalmasak voltak. Átmentünk a másik terembe, nagyon szép freskós terem ez is, ugye négy freskós termünk van, ott lehet látni egy szombathelyi órát a 19. század helyéről, ugye akkor már Szombathely olyan gazdasági erővel rendelkezett, hogy egy órásmestert is eltartott. Egy Prágában készült óra, illetőleg egy Sopronban készült óra látható itt a 18. század végéről. Nagyon szép berendezésekkel is bírunk, majd ezekről is szólunk, hogy mit jelent az, hogy garnitúra, mikor jön be ez a divat. Ott látható egy sarokszekrény, itt látható a kályha, ezek a híres sárvári kályhák, előről nem kerültek később megnyitásra, elnézést ezért a kis germanizmusért, tehát később nem nyitották meg, mert ezeket végig, mindvégig hátulról, a folyosóról hűtötték, és akkora volt a tömege, hogy ennek a, mármint a térbeli tömege, hogy a szemközti falon, vagy sarokban elhelyeztek egy sarokszekrényt. Közben látom, hogy a munkatársaim is nézik a egyenes adást, őket is, és hát mindenkit szeretettel üdvözlök a következő hetekben. A technikát felhasználva fogjuk a kapcsolatot a munkatársaimmal is tartani. Legközelebb hétfőn fogunk egyeztetni, ez egy munka információ volt. Tehát lehet látni, a díszteremből érkeztünk, és megyünk szépen tovább. Eljutottunk az úgynevezett Telemachos terembe, ahol egy francia tanulási regénynek a jeleneteit láthatjuk, 14. Lajos fiát nevelte. Bocsánat, csak itt közben nézem a kamera, mennyire remek. Tehát 14. Lajos fiát nevelte Fénelon, François Fénelon, és hogy a gyerek élvezze a tanulást, egy történetet talált ki, Odysseus keresésére indul az apukája. Most, mivel sokan integettek, én is integetek mindenkinek, úgyhogy mindenkit tisztettel üdvözlök. Itt látható egy nagyon szép kandalló készlet, és akkor végig megyünk a festményeken. Hát reméljük azért, hogy ez a sok-sok téma nem azért kerül feldolgozásra, egyenes adásba, mert még olyan sokáig tart ez az állapot, de azért én is mindenkit arra kérek, hogy maradjon otthon. Sokan sokféleképpen magyarázzák el, én hadd mondjam el, hogy mindannyiunknak, vagy többségünknek vannak szülei, nagyszülei, rájuk mindenképpen vigyázzunk. Itt látható a nádasdi család fája 18. századból, mellette pedig néhány birtoknak a metszete, ami a nádasdiakhoz tartozott. Ez egy reneszánsz úgynevezett oroszlánlábas szekrény, ezt elvileg középre lehet helyezni, szimmetrikus, és hogyha közelebbről megnézzük, akkor lehet látni, hogy ott van egy ég például, remélem látják, azaz szét lehet szedni az asztalt, lehet cipelni, ugye ekkor ez nagy divat volt, hogy hát mentek udvartartásról udvartartásra, és vitték magukkal akár a bútort is, nem véletlenül van sok-sok bútoron fogantyú. Itt látható Révai Juditnak és Nádasdi Pálnak a fia, Nádasdi Ferenc és felesége Eszterházy Julianna. Ez csúcsházasság volt,
a két legbefolyásosabb család kötött egymással házasságot. Megyünk most tovább, bejutunk egy nagyon szép terembe, ahol a falon imaszőnyegek vannak, nagy divat volt Magyarországon a imaszőnyegeknek, a keleti szőnyegeknek, pontosabban a keleti szőnyegeknek a gyűjtése. Nagyon sok inventáriumban, azaz leltárban olvashatunk róluk. Ezek klasszikus imaszőnyegek, abban az értelemben, hogy jól felismerhetők, hiszen az imafülkét mutatják. Nagyon viccesnek hívják ezt a tárgyat, hogy pogácsás lábú asztalok, nagy pogácsákon áll a szekrény, bocsánat, nem asztal, a szekrény. Nagyon szép munka, Sopronban egyébként, Nyugat-Magyarországon, de főleg Sopronban és környékén nagyon sok ilyen van egyébként. Azért ilyen nagy pogácsás lábakon azt mondják, mert a vízesedés miatt tették, hogy az egér, egy másik megmagyarázat, hogy az egér nem tudott fölmászni rá, és annyira bosszankodott, inkább elment a templomba. Egy másik, szegény, mint a templom, megere, nehogy félreértés lesen. Egy nagyon szép szekrény, pontosan tudjuk datálni, 1770-ből származik, az 1-est, a 7-est érdemes megnézni, és nagyon szép a díszítettsége. Ott pedig lehet látni Jézus Krisztus megváltó, görögül ennek a kezdőszava, és itt pedig Mária, ott egy M betű lehet látni, ugye az R és az A szárai adják az M betűt, középen pedig az M-nek a középső szára, és akkor így jön ki, hogy Mária, és az M középső szárja egyben I betű is, úgyhogy ez is egy nagyon szép munka. Elvileg szétszedhető, most mi azért nem szedjük szét, és mint az IKEA bútor darabjaiban szállítható. Megyünk tovább, a Bajor gyűjteménybe érkeztünk, itt a Sárvári várban 1875-től a II. Világháború végéig az Bajor királyi dinasztia Wittelsbachok töltötték az idejüket, ráadásul a két világháború között Ferenc herceg, az utolsó Bajor királynak, III. Lajosnak, aki itt halt meg Sárváron, a második fia, az itt is töltötte az idejét. Rendkívül kedveltek voltak, nagyon komoly gazdaságot vittek, iskolát támogattak, sőt, tej szakképző iskolát, mondjuk azt, hogy tejipari élelmiszer iskolát hoztak létre. A Ferencnek is, és hát a Lajosnak is a itt tenyésztett állatai rendszeresen vettek részt versenyeken, és ott nagy díjakat nyertek, nem csak tehenek, hanem például disznók is, tehát itt ez a sárvári gazdaság nagyon-nagyon fontos volt. Itt látható a Bajor királyi dinasztiának a megalapítója, jobboldalt Lajos Bajor király Napóleonnal, Napóleon idején, ő francia műveltséggel rendelkezett, de ezt azébként Napóleont nem nagyon zavarta. Felesége, második felesége pedig Krisztina, majd róluk is fogunk beszélni természetesen. Megmutatom a kedvenc tárgyunkat, remélem nem tükröződik annyira. Így lehet látni a minden biológiának ellentmondó tejszínkijöntőkanna. Nagyon kedvelt volt egyébként, mint asztaldísz ez a figura, típus. Ugye azért mond ellen minden biológiának, mert egy bikáról van szó, fel kell emelni a kis tartály kupakot a tetején, amin van egy légy, és ott azt fölemelik, beleöntötték a tejszínt, a farkánál fogták meg, és a száján öntötték bele a finom kávéba. Itt látható egy berlini készlet, ugye nagyjából 1200 tárgy van a Bajor gyűjteményben, ez úgy került elő, hogy a bajorok mielőtt elhagyták volna Sárvárt, ezt a gyűjteményt befalaszták, és az 50-es években ezt megtalálták itt a sárvári várba, és azóta itt ki van állítva, nagyjából a harmada, a negyede, de minden jellemző darab kint van, ez a fehér, ez a úgynevezett berlini készlet, ez most emlékeim szerint mintegy 340 tárgyból áll. Jó, tehát különböző teáskannák, teljes, mindenfajta izgalmas dolog. Átnézzünk, átmegyünk egy másik gyűjteményünkbe,
az az üveggyűjtemény. Hát nagyon furcsa, hogy így egyedül vagyok azért, tehát ezt meg kell, hogy mondjam. Tehát nagyon érdekes. Tehát azt gondoltuk először, hogy vitrineket pucolunk, csak éppenséggel lassan éppen ezzel a munkával végeztünk az elmúlt hetekben. Itt lehet is látni például, hogy megpucoltuk a üvegeknek a polcait. Aztán rájöttünk, hogy ez az otthonmaradás, ez nem azért van, hogy, vagy nem azért, bocsánat, nem azért kérték, hogy maradjunk otthon, vagy hogy zárjanak be a kulturális intézmények és a múzeumok, hogy az elmaradt munkákat, ha van, pótolják, hanem ez a biztonságunk érdekében van. Tehát nem azért zárunk be, mert elmaradások vannak minden múzeumban, természetesen vannak ilyenek, hanem azért, hogy megóvjuk saját magunkat és a szeretteinket is. Hát egy izgalmas részbe lépünk át. Most készül egy nagyon kedves sárvári gyűjtőnek, Hámori Sándornak a kiállítása, amit majd meg fogunk nyitni, amikor megnyitnak a múzeumok, még az építést is most azonban abba hagytuk. Sanyi azt találta ki, mikor kértem, hogy egy kiállításban gondolkodjon, hogy a betűvetést, tehát a betűket, a különböző mintákat mutatjuk be. Tehát amellett, hogy nagyon szépek ezek az öltözetek, tele vannak jelképekkel, betűkkel, feliratokkal és jelképekkel. Ugye ott lehet látni, most emlékeim szerint ez az 50-es években készült, hát akkor is beletették ezt a mintát, nem nagyon ismerték föl esetleg a románok akkor, hogy a magyarok ilyen mintákat tettek bele. Most így gyorsan végigmegyünk, jó? Semmilyen szakmai hozzátételt nem szeretnék, mert szerintem csak tévednék. Lehet, hogy egyszer Sanyit megkérem, hogy jöjjön be és közösen beszélgessünk ezekről a gyönyörű szép dolgokról, még mielőtt a kiállítás megnyílik. Itt lehet látni például, hát Ójé és Dézsé, tehát ez két név, tehát valószínűleg Dézsházáról jött, tehát azért szeretném ezt megmutatni, jó? Tehát a magángyűjteménynek egy klasszikus formájával állunk szembe, a legtiszteletre méltóbb, hogy Sanyi úgy döntött, hogy minden egyes tárgyat beleltároz a saját gyűjteményébe, arról fotót készít, illetőleg leírást is, és amit tud róla, akár a gyűjtés körülményeiről, egyéb adatokat mind lejegyez, ez egy fantasztikus teljesítmény. Tehát OJDZ, lehet, hogy ő tudja is, hogy kikről van szó. Mondom, nem akarok tévedni, tehát nem mondom, hogy ez most Szász, meg egyéb dolgok, meg honnan jön, meg Torockó vidéke, meg Kalotaszeg. Tudom, hogy lesz egy regői, majd ha odaérünk, akkor ott majd szólok, mert a Tolna megyei regői az nekem nagyon közel áll a szívemhez a nagymamám révén. Szóval gyönyörű szép, itt a párja, fantasztikus tulipán minták vannak itt a részben. Tehát ez a kiállítás is most egy ideig még áll a készítése is, és amikor vége lesz, akkor természetesen. Ugye magasították magukat, és nagyjából ennyit. Fantasztikus gombos tűkészlet, mellette pedig egy fantasztikus műtárgy. 28, nem nyúlok hozzá, lehet, hogy 1928 van mögötte. Hát azt hiszem, egy klasszikus köszönés, jó reggelt! Úgyhogy jó reggelt kívánok mindenkinek, Sárvári Múzeumból jelentkezek. Ez egy regői Tolna megyei viselet. Édesanyám származik onnan, és mondtam neki, hogy milyen kiállítás készül, és ő egyből mondta, hogy ott olyan volt a viselet, hogy egy kicsit azt sugallták, nagyon sok az alsó szoknya, ugye lehet látni, bocsánat, hogy most ehhez hozzáérek, tehát hogy a darázs derék és a erős far ott mondjuk egymással szemben állt, mint férfi ideál, és itt van ez a regői fej dísz. Hozzám az én szívemhez nagyon-nagyon közel áll.
Hát sokan most azt mondják, hogy ez mángorló, meg ez tulajdonképpen nem más, mint amivel a árokparton mosnak. Nem, ez vasaló, lehet látni. Itt, ezt meg most nincs rajtam kesztyű, ezért elnézést kérek, majd pótolom. Tehát a vele szemben volt egy rúd, és akkor föltekerték a ruhát, és akkor ezt így mozgatták, és kivasalta. Jó? Oké. Szóval még ennyi kell ahhoz, hogy a kiállítás elkészüljön legalábbis a tárgyi anyagba. Jó, remélem nem mondták meg, megyünk tovább. Kicsit majd gyorsítunk most már. Nagyon szép falai kárpét a trójai faló jelenetével. 17. században készült Flandriában. Nagyon szép. Jó. Visszaértünk a... Mi ezt úgy nevezzük, hogy a reneszánsz forduló, tehát visszaértünk a reneszánsz fordulóba. Egy nagyon szép 16. század közepi perzsa szőnyeg töredék, Acsádról vásárolt annó még a múzeum, egy fantasztikus állapotban megmaradt műtárgyról van szó, az eredeti színek szinte még láthatóak, az azért kopott, mert egy idő után ugye minden egy kicsit megy lejjebb, és hát ez végül lábtörlőként szolgált, aztán hál' Istennek a múzeumba került. Bemegyünk a Sárvár történeti kiállításunkba, Sárvár személyesen. Itt Sárvár történetét mutatjuk meg, tavaly nyílt meg, és azért Sárvár személyesen, mert egy-egy sárvári ismert, fontos emberen keresztül mutatjuk be az adott témákat. Megnézzük, mennyire mászkálnak az abla a udvaron, sehogy. Jó, ott megy egy busz. Hát most úgy néz ki, mintha megszokott lenne az élet, de azért higgyék el, hogy ilyenkor sokkal többen vannak, ugye a hivatalban dolgoznak. Még, de mindenki csak telefonon ügyintézzen. Jó, sárvári életképek. Lehet nézni a sárvárannó.hu oldalt, nagyon sok sárvári fotó van fönt, sárváriakkal közösen építjük ezt az adatbázist, saját fotóinkat is föltöltöttük, és nagyon sokan töltöttek fel több mint 3000 képet az elmúlt évek során, és nagyon sok adatot közölnek önök, vagy ti, nekünk, sárváriak, ezt nagyon szépen köszönjük. Hát ezekben az időkben azt gondolom, mint amikor indult, emlékszem rá, mindig mondták, hogy 1-2 órát előtte töltök. Hát most is azt hiszem, erre lesz idő, és nézzétek, és hogyha van valami új adat, jelentkezzetek be, ha nem vagytok, akkor regisztráljatok, és szóljatok hozzá. Jó légi felvétel a 30-as évekről, Sárvárról. Itt megmutatok valamit. Itt lehet látni, ugye itt van a várnak a hátsó kijárata, és itt egy furcsa, itt most egy park van, tehát fák vannak. Itt régen úgy volt, hogy a vár körüli parkban a különböző évszakokat akarták megjeleníteni, és azt hiszem emlékeim szerint ez volt a tavasz. A bajor időkben, tehát amikor ez is készült, de főleg az előző században, a 19. században, én azt feltételezem, hogy itt valahol volt egy rózsakert, hiszen ez nem mindig volt várpark, vagy városi park, ez majd Ferenc herceg idején történik meg, hogy városi park is lesz egy, a fele a várparknak, de korábban, legalábbis én úgy gondolom, hogy itt volt valahol a rózsakert, Mária Terézia Dorottya hercegnő, főhercegnő Lajos bajor királynak a felesége, szenvedélyes botanikus volt, több növényt is ő felfedezett és beazonosított, és imádta a rózsákat. Ha itt pontosan nem tudjuk, hogy hány rózsája volt, de tudjuk, hogy volt rózsakertje,
és viszont a otthoni rezidencián Lajstettenben 30 ezer rózsa. Hát ez egy gyönyörű szép kép, ahogy megyünk vissza a díszterembe, a napfény nagyon szerencsésen süt be. Visszaértünk, nem fejezném még be, mert azért megmutatnám még gyorsan a térképkiállítást, és a Huszáron is végigmennénk, hogy lássuk, hogy mi az a fantasztikus téma gazdagság, amelyről a következő, vagy amely a következő időszakban segíti majd a közös beszélgetéseinket, vagy legalábbis az élő bejelentkezésünket. Most nem megyünk fel a toronyba, de megmutatom a térkép kiállítást, ezt is az idén szeretnénk befejezni. Gróf László adta a múzeumnak a térképeket a 80-as években, fantasztikus ajándék, és itt ezt elhelyeztük, és az idén fejezzük be, mert még néhány térkép hiányzik. De mutatok egy térképet, ez Zsámboki Jánosnak Magyarországot ábrázoló térképe, ez pedig Láciusnak, Wolfgang Láciusnak a Magyarországot ábrázoló térképe. Ez a két térképlap együtt jelent meg Ortelius híres teátrum Orbiszába, a világ teátruma, amit ne fordítsunk színháznak, hanem hagyjuk meg itt teátrum. Két térkép volt, mert a szerkesztő Ortelius nem tudta eldönteni, hogy melyik a hiteles. Mert ha megnézitek, Láciusz térképén mondjuk a Balaton Somogy partjainál, Somogyi partjainál, déli partjainál ábrázolja Tihanyt, míg Zsámboki ezt javítja, és Tihany ott van az északi részen, de ezt a messzi Hollandiában Ortelius nem tudta eldönteni, melyik az igaz, és azt mondta, egy ilyen szép ország megérdemli, hogy mind a két térképe bent legyen, és majd később eldől, hogy melyik az igaz. Szóval szép ország voltunk annak ellenére, hogy a török itt volt bent akkor éppen. Hát nagyon szép részleteket sikerül remélem mutatni. Megyek vissza a díszterembe. És akkor elfutunk még a Huszárba. A videó persze fönt lesz a Facebook oldalunkon, tehát érdemes belenézni. Meglátjuk majd, hogy hány percet bírtok, és akkor majd a későbbiekben nagyjából annyi idő lesz egy-egy találkozás. Most egy kicsit lehet, hogy hosszabb. Nem akarok rossz fej lenni, de most kicsit azt hiszem, hogy ráérünk. Jó, a Huszár gyűjteményben vagyunk. 1983-ban jött ide a Nádasdy Huszár anyag, és 2015-ben nyitottuk meg a legújabb kiállítását. Ez egy a főúri fegyvertárban vagyunk. Egy nagyon szép kárpit, Dávid király megkoronázását ábrázolja. Majd a kárpitokról fogunk beszélni. Hát azt hiszem, hogy mi büszkék lehetünk arra, hogy ilyen múzeumunk van, az elődeink egy ilyen fantasztikus anyagot hagytak ránk. Ide érdemes eljönni. Legalább most, legalább így virtuálisan is. Ez az úgynevezett metró, úgy hívjuk, metróállomás, 12,5 méter hosszú, az egyenruha fejlődését mutatjuk be négy etapban, a Nádasdy Huszár ezrednek a példáján. Ugye klasszikus színek is egyszerűsödik le, és az első világháború és a második világháborúban már nem lehetett megkülönböztetni, legalábbis 1917-től, hogy ki huszár és ki nem. Ugye a huszárt megismerni nem a járásáról, hanem többek közt a bajszáról is, így például abba kokban a Nádasdy Huszár ezred tiszti karának a portréi láthatók, ott a huszár és a bajusz, és itt van Kutasi Ignác, ugye ő részt vett az 1848-49-es szabadságharcban is, és utána leülte ezért a büntetését várfogságban, amikor a honvédséget újra szervezték, 1868-ban akkor reaktiválták és újra
katona lehetett és a Magyar Honvédségnek a szervezésében vett részt. Jó, ez az a tiszti étkezde anyag, ami visszaérkezett. 83-a, vagy nem vissza, nem ide érkezett. Ugye a Nádasdi Huszárezred tiszti karának a döntése alapján. A falakon a tiszti étkezdébe lógtak az ezred tulajdonosok, ezred parancsnokoknak a portréi. Lehet látni az étkészleteket, nevek kell névre szóló, nagyon sok ismert név van. A honlapunkon a huszárok.nadasdimúzeum.hu oldalon ezek is tanulmányozhatók. Ez Habsburg Otto Ferenc József, tehát a szép Ottónak az étkészlete, ő is volt a Nádasdi Huszárezred parancsnoka, és volt az ő bátyja is, Ferenc Ferdinánd, a Huszárezrednek a parancsnoka, tehát ezért ez egy ilyen ezred volt. Jó, itt most átkukkantunk, most az ajtó az zárva van, majd legközelebb kinyitjuk, az kiállításnak ebben a részében is még átnézünk, egy nagyon szép zászló, ezred zászló, ez már a két világháború közötti időszak, ugye itt pedig egy monarchiás huszár egyenruha látható, illetőleg a Nádasdi Huszárezred, a császári és királyi 9-es huszárezrednek a eredeti csákója. Lehet látni rajta a rangjelzést, ez kapitányt, tehát százados, ugye a huszároknál a százados nem századosnak mondták egy ideig, hanem kapitánynak. Jó, még megyünk tovább. Ígérem, lassan véget ér. De hát gazdag az anyag. 1500 négyzetméter közel a kiállítás. Térkép, iparművészeti, üveg, bútorok, a díszterem, a szalon, a torony, még ott nem is voltunk, de most nem megyünk. És hát a huszár gyűjtemény az mind. Azt gondolom a bajoranya fantasztikus gyűjtemény. És így nézve a képernyőn, szerintem tudom, hogy mindenkinek a maga múzeuma felé hajlik a keze, a szíve, de így nézve a képernyőn azt gondolom, hogy rendben van. Nagyon szépek a csillárok is. Most nem kell megijedni, nem kapcsoltam föl a villanyt. Ide is, tehát van ám még itt körgé is lehet menni. Jó, nem kapcsoltam föl a villanyt, tehát egy kis sötétség jön. Maga a telefon világít, ez a második világháborús részünk, és egyben a befejező rész. A felnőttek is szeretik, és a gyerekek is szeretik. Ezt a részt labirintusként értelmezik, ugye mindenkinek lehetőséget adunk, hogy úgy értelmezze, ahogy szeretné. És akkor itt pedig a leffentyűs sakka. Hát óvodásokat vártunk, még jöttek, de aztán végül úgy döntöttek, hogy otthon maradnak. Van színező, minden lehet, hogy majd töltünk fel a honlapra ilyen PDF-eket, bár most is van fönt egy huszár öltöztető. Hát tisztelt hölgyeim és uraim, vagy bocsánat, drága barátaim, elindulunk tehát egy táv múzeumba, egy klasszikus digitális múzeumba, és a következő napokban, hetekben rendszeresen fogunk jelentkezni. Azt mondom, hogy aki teheti, maradjon otthon, és vigyázzon magára, és nézzen minket. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok, viszontlátásra!